Csillag. hírek. A Csillagpont Rádió hírműsora. A népesség csökkenésének megállítása a magyarság egyik sors kérdése, mondta Balogh Zoltán. Nemzetközi programok a Jameson kajla kajlafülű ebek és kismacskák is várták a látogatókat az állategészségügyi telepen. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják 2017. augusztus 30-án szerdán 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől, Kecskés Ákostól. A népesség csökkenésének megállítása a magyarság egyik sors kérdése. Balogh Zoltán református lelkipásztor, az emberi erőforrások minisztere azt mondja, minden gyermeknek örülnek, akár természetes úton, akár mesterséges úton fogant és jött a világra. Balogh Zoltánt a reformátusok szárszói konferenciáján kérdeztük Veres András Győri megyés püspök a Magyar Katolikus Konferencia elnökének kijelentéséről, ami szerint minden lombik bébi bűnben fogan, és nem megengedhető a mesterséges megtermékenyítés semmilyen formája. Balogh Zoltánt hallják fontos az, hogy a egyházi álláspontok, még hogyha azt nem is tudjuk elfogadni, azok részei a közéletnek. Megvédeném az egyháznak azt a jogát, hogy igenis a saját tanítását az képviselje. Miközben én magam személyesen, meg a kormány is más állásponton vagyunk. Minden gyermeknek nagyon örülünk, akár a Lombik Baby programba születik, akár nem a Lombik Bébi programba, mert hogy bizony megváltozott a világ. Ma a szülőképes pároknak a 20%-a az beddő, őket nem zárhatjuk ki abból, hogy gyermekhez jussanak. Tehát abban nem értek egyet a, a, a püspök úrral, hogy a lombikbrégi programot azt meg kellene szüntetni, szerintem azt inkább ki kell bővíteni, egyre több párnak kell lehetőséget adni erre. Abban viszont teljes mértékben egyetértek, hogy a be nem embriók, hogy mi lesz azokkal az embriókkal, amelyeket nem használnak föl, azoknak a sorsát az sokkal szigorúbban kell, kell szabályozni, hogy azok ne egy olyan üzleti tevékenységnek az alapjai legyenek, ami méltatlan az életnek a védelméhez. Nemzetközi programok is lesznek a Jameson Cinefesten. Olyan országok filmművészetét is a fesztivál fókuszába helyezi a Cinefest a versenyprogram mellett, melyeket a magyar filmnézők kevésbé ismernek. Idén a Shanghai Nemzetközi Filmfesztivál 13 ország fesztiváljának képviselőjével írt alá együttműködést Belt and Road címmel. Magyarország képviseletében Bíró Tibor, a Jameson Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál igazgatója volt jelen. Az együttműködés lehetővé teszi, hogy a résztvevő országok tapasztalatokat cseréljenek a fesztivál szervezésben, és egymás filmkultúráját népszerűsítsék. Az együttműködés keretében Miss Wenxia Fu a Shanghai Nemzetközi Filmfesztivál igazgatója és vezető munkatársai ellátogatnak az idei Cinefestre, ahol a fesztivál kitekintő szekciójában bemutatják fesztiváljukat és elhozzák a magyar közönséghez a Keményfejű című kínai filmet. Zaho Xiang dokumentumfilmszerű bemutatkozó alkotása elhagyott kínai gyerekekről szól, megható és furfangos történet arról, hogy az egyéni vágyak hogyan kerülnek szembe a közösséggel szembeni kötelezettségekkel. A film vetítése szeptember 14-én 19 órakor az Uránia teremben lesz. A hongkongi filmnapok a berlini székhelyű hongkongi gazdasági és kereskedelmi irodával való együttműködésben valósul meg a Jameson Cinefesten szeptember 12-én és 13-án. A kétnapos rendezvényen egy-egy hongkongi filmet vetítenek le, Szeptember 12-én lesz a Dream Home című film vetítése, melynek rendezője Pang Ho Cheung. Szeptember 13-án 17 órakor lesz a Hongkongi Filmnapok nyitó ünnepsége, melyen köszöntőt mond Miss Alison Low a berlingi Hongkongi Gazdasági és Kereskedelmi Iroda igazgatóhelyettese és Bíró Tibor a Cinefest igazgatója. A megnyitót követően 17 óra 20 perckor kerül sor a Szigorúan Piszkos Ügyek című film vetítésére Andrew Lau Alan Mark rendezésében. A Jameson Cinefest már hosszú évek óta együttműködik a Fipreskivel, a filmkritikusok és szakírók nemzetközi szövetségével. A szervezet zsűri delegál 2011 óta a fesztiválra. A Torino Filmlab egy egész éves, világméretű filmes műhely, amely elsősorban az első vagy második nagyjáték filmjén dolgozó fiatal tehetségeket támogatja. 2008-ban indította el az évi 1 millió eurós költségvetésű programjait, azóta 75 film készült el a támogatásával. Működési területei a képzés, a projektfejlesztés, a finanszírozás és a forgalmazás. Idén Izrael filmművészete is bemutatkozik a Színefeztem. 63. alkalommal rendezték meg a nyílt napot a Miskolci állategészségügyi telepen szombaton. Jelenleg 60 kutyának és 11 macskának keresnek hűséges gazdát a szervezők. A telephelyre azokat várták, akik szerettek volna megismerkedni, az ott remélhetőleg ideiglenesen élő állatokkal, és szívesen sétáltatnak kutyát, vagy akár örökbefogadók is lennének. Minden kutyáról elmondható, hogy aranyos, kedves, okos és csak úgy adják oda új gazdájának, ha megtörtént az orvosi vizsgálata és egészséges. A telepre bekerült minden állatot féregtelenítenek. Hat hónapnál fiatalabb kölyköket mikrocsippel és legtöbb esetben párvó elleni védőoltással, a növendék valamint felnőttebeket veszettség elleni oltással és mikrocsippel látják el. A szakemberek megfigyelték, hogy az állatok a látogatói szeretettől nagyon sokat fejlődnek. Számukra a legnagyobb ajándék a simogatás és a séta. Ezért rendezik meg a nyílt napokat. A kutyák rendkívüli örömet és hálát mutatnak minden egyes sétanapon. Az elmúlt két hétben 22 kutya és 5 macska került gazdához, vagy más befogadó szervekhez. Jelenleg még 60 kutya és 11 macska vár az örökbefogadásra. A telepen dolgozók hálásak az eddig nyújtott segítségért, az ételekért és a tárgyi eszközökért. Továbbra is szívesen fogadnak adományként használt edényeket az állatok etetéséhez, takarót, szőnyeget, az óla kibéleléséhez, főként a kölykök számára. Az ómassai Kelemen Didák kápolna Szent Lajos király búcsúját vasárnap a fél tízes Szent Misén ünnepelték meg. Ómassa Fazona Henriknek köszönheti létét, aki 1771-ben építetett itt egy 6,3 négyzetméteres vasolvasztót. 1814-ben az olvasztót, vagyis a massát új massára költöztették, lebontott köveiből épült a falu iskolája a települést a német munkásokat követően szlovák favágók és üvegfúvók lakták. 1950 óta tartozik Miskolchoz. 1983 és 86 között emelték itt Szent Lajos király tiszteletére a Kelemen Didák kápolnát. Köszönöm a figyelmet, önök a Csillagpont Rádió híreit hallották. Csillagpont A Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a médiatanás támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.